Koros Lajos, az MSZP országgyűlési képviselője, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A csokról fogunk beszélgetni. Arról gondolom én, hogy önök azt mondják, hogy az az új devizahitel, a kormány azt mondja, hogy ez a családok óriási lehetősége, és hát szemmel láthatóan egyelőre az érintett vagy érdekelt családok igen lelkesen állnak hozzá, vagy hát legalábbis még azokat a szirén hangokat nem hallották, amit az ellenzéki pártok. Hát mindaddig még nem ismerik a részleteket, és a kormány erről gondoskodott az elmúlt hetekben, hogy a részletek ne szivárogjanak. Hát állandóan erről beszélnek. Igen, csak hogy senki nem olvasta még a paragrafusokat, és én azért jobban hiszek a szememnek, mint az ilyen hallott szlogeneknek. Egy hónap eltelt most már, hogy beharangozták ugye a két ünnep között, és hetente változtak a paraméterei ennek. A kezdet-kezdetén csak új építésű lakásokról volt szó, a kezdet-kezdetén nem volt arról szó, hogy, illetve csak arról volt szó, hogy 30 millió forintos felső értékhatár. Következő héten azt mondták, hogy kiterjesztik a 30 milliós értékhatárt 100 millió forintra. Nyilvánvalóan akkor már látszott, hogy nem a rászorultakon akarnak segíteni, hanem elsősorban olyanoknak, akik befektetési céllal is hajlandóak majd ingatlanokat vásárolni. Hangsúlyozom, mindenki adóforintjából. Aztán voltak regionális különbségek a méltányolható négyzetméter árakban. A múlt héten ezt is eltörölték. Aztán kiterjesztették használt lakásokra és lakásbővítésekre. Tehát nyilvánvalóan ez mindez azért történt, mert látszott, hogy a kezdet-kezdetén ez nagyon kevés családot fog elérni, nagyon kevés olyan ember lesz, aki be tud ebbe az egészbe lépni, és hát nyilván azért azt is fölmérik, gondolom én, hogy fölmérik, hogy az emberek a felelős döntést hoznak, akkor vajon mindenki a 10 plusz 10 millió forintra gyúr-e, aki le akarja nyúlni, vagy meg akarja szerezni a kormánynak ezt a támogatását. Le akarja nyúlni, igen, ez így eléggé kiterjesztő értelmezés. Azt mondja meg nekem, hogy az miért baj, ha a kormány érzékelve az, hogy túl szűkre szabta a mezsgyét, és azon elég kevesen fognak tudni végigmenni, ezt kitágítja. Hát hiszen az volt a célja, hogy minél többen igénybe tudják venni. Hát akkor most még többen, még többen, még többen. Ez miért baj? Ön szívesen ad az adójából Szijjártó Péternek egy második vagy egy harmadik ingatlanra államilag támogatott lakást? Azt gondolja, hogy Szijjártó Péter magának szeretne egy ilyen lakást? Nem feltétlenül, de mondjuk az ilyen emberek. Miért kell a gazdagoknak, a jómódúaknak mindenki adóforintjából államilag támogatott hitelt biztosítani, és vissza nem térítendő támogatást. Na várjon, azért itt vannak feltételek. A feltételeket mégiscsak teljesíteni kell, még Szijjártó Péternek is. Nem tudom, én nem tudok róla, hogy Szijjártó Péternek lenne három gyereke, de tervezhet ennyit. Hogyne. Hát akkor jár neki. Uh-huh. És ez rendjén van? Amikor emberek tízezrei hajlék nélkül élnek ebben az országban, mikor családok százezrei nem jutnak hozzá a mindennapi betevőhöz. Ez a legés legfontosabb, hogy a jómódúaknak, a felső középosztálynak még adjunk befektetési céllal államilag támogatott. Ugye van itt egy másik érv, például egy szociáldemokrata pártnak egy kellemes érv lehet, hogy ezzel növelik a foglalkoztatottságot, növelik az adóbevételeket más oldalon, hiszen beindul az építőipar. Ezzel sem ért egyet? Nézze, én azt gondolom, hogy ez egy teljesen életidegen koncepció, amit most itt felvázoltak az elmúlt hetekben. Ez íróasztal mellett született. Azért módosítgatták hétről hétre. Hát Rétvári Bence két héttel ezelőtt az beismerte, hogy hatástanulmány nincs hozzá. Nem, azt mondta, hogy majd egyszer kérjük ki, és akkor majd meglátjuk. Én megteszem. Most visszamegyek a dolgozószobámba. Lényegét tekintve többször rákérdeztem, nem mondta azt, hogy van. Visszamegyek a parlamenti dolgozószobámba, és közérdekű adatigénylésként és írásbeli választigénylő kérdésként föl fogom tenni. Mutassák be részben a számításokat, mutassák be a hatástanulmányokat, és mutassák be ennek a döntésnek a következményeit. Nézze! Örülök, hogy jó ötletet adtam. Előbb Gulyás Gergely meghívott a frakcióülésükre, bár nem komolyan. Lassan nem lesz műsorideje. Ez így jó. A szerkesztő úrnak már majd a politikával kezd aktívan foglalkozni, ennek én egyébként örülnék. Na, azt szeretném mondani, nagy dvó lennénk egyébként, hogy azt szeretném mondani, hogy nézze, én nagyon sok olyan települést ismerek ebben az országban, ahová százával jöttek olyan emberek külföldről,
akik soha a rohadt életben ebben az országban nem fizettek egy huncut fillér adót, egy huncut fillér járulékot. Én ismerek olyan települést ebben az országban, ahol a lélekszáma a falunak nem ért el a 800 főt. És több mint 400-an jelentkeztek be úgy, hogy életvitelszerűen csak hárman élnek ott. Mondja meg nekem. Ez a választások előtt volt? Nem egyáltalán, hát nem, nem feltétlenül a választáshoz. Mert hogyha azzal vádolja a bejelentkezőket, hogy csak szavazni akartak, akkor jó, mondjuk értem, hogy miért baj ez egy ellenzéki pártnak, de egyébként ezzel mi a baj? Uram, ezek az emberek a családi pótlékért jönnek. A munkanélküli segélyért, vagy később álláskeresési támogatásért, az ingyenes egészségügyi ellátásért, a nyugdíjért. Na de hát olyan hülye egy ország, hogy ez megengedi, ez az akkor nekik igazuk van. Ez az ország ilyen. És hangsúlyozom, százával. És van, ismerek olyan falut, ahol több mint 400-an jelentkeztek be. Romos házakat vásárolnak meg közösen, és oda jelentkeznek be, és váltják ki a lakcímkártyájukat, és életvitelszerűen csak három család él a több mint 400-ból. És ez a három család, ez nem teszi ki a 15 főt. És ezt meg tudja nekem mondani, hogy ez a helyi jegyzőnek, vagy polgármesternek miért jó? Meg vannak őrülve. Nem tudnak mit kezdeni ezzel a helyzettel. Olyan társadalmi feszültségek vannak ezeken a településeken, hogy egyszerűen tehetetlenek a polgármester. De hogy jön ez a csokhoz? Úgy, hát nem gondolja tán azt, hogy a 12 ezer forintos családi pótlékért bejelentkeznek Magyarországra, a 20 millió forintos csokért meg nem fognak jönni. Hát tudja, mennyit ért Ukrajnában a 20 millió forintos csok? De Ukrajnában nem tudja kivinni a 20 millió forintot, mert itthon kell építkezni belőle. Hát de miért legyek én szolidáris olyan emberrel, aki ezért az országért soha semmit nem dolgozott, és soha semmit nem tett? De amit most mond, az azt feltételezi, hogy bejelentkeztek, nem is élnek itt, most eljönnek a csokér, és elviszik a pénzt, mert egyébként ők nem élnek itt. De hát ez így életszerűtlen. De utána majd itt fognak élni, és én olyan embernek adjak, amikor ott van a szemem előtt, és látom, hogy sokszor tehetetlen vagyok, hogy segítsek azokon az embereken, akik ott élnek az aluljáróba. Hogy azok az emberek, akik gürcölnek három műszakban, minimál bérér, és végig gondolja, hogy ugyan van két gyerekük, de az átlag jövedelemnek a felét se érje el az ő jövedelmük. És megvillantja a kormány előttük, hogy itt lesz majd ez a 10+10, és azt mondja, hogy belefogjak én ebbe egyáltalán? Merjek én vállalkozni? Hol fogom én tudni megépíteni azt a családi házat, amelyik a három gyerek felneveléséhez elég lesz? Na de kérem szépen, nem csak fedelet kell adni a gyereknek, azt a gyereket utána etetni kell, a gyereket iskoláztatni kell, a gyereket majd pályára kéne állítani. Hát ezek mind-mind költségbe kerülnek. Na de hát a nyomorultnak nem növekszik a fizetése. Elhúznak előtte egy mézes madzagot, és amikor végig gondolja ezt az egész ügyet, akkor kiderül, hogy őre aztán nem gondolt a kormány, csak a felső középosztálybeliekre gondolt a kormány, és őket akarja megfinanszírozni ezzel azoknak a szegény embereknek a pénzéből, akik három műszakban például minimál bérért dolgoznak. Értem, hogy mi a baj, nem értem mindenben egyet, de hát nem azért nem vagyunk mi egy páros, ugye? Vagy azért nem vagyunk mi egy páros, hogy az előbb említettem. Annak örülök, hogy sikerült a végére felbosszantanom, mert legalább ez kijött itt a végén. Nem bosszantott föl, a jövő héten ízekre fogom szedni ezt a rendeletet, és be fogom bizonyítani 10 millió embernek, hogy itt borzasztóan át vannak verve. Azok is, akik fölveszik? Nézze, ha csak azt az oldalát nézzük, hogy 100 házasságból 60 válással végződik. 60 válással végződik. Azt gondolja itt valaki, hogy a csok majd egyben fogja tudni tartani azokat a családokat, nem, akik tönkre. Szabad akik abból kiindulnunk, hogy majd úgyis elválnak? Ugye nem? Nem szabad abból kiindulnunk, de a csok önállóan nem fogja egyben tartani ezeket. Nyilván, a családokat. Ez két ember. És milyen kell következménye legalább lesz ennek? Hát az alapkamat ötszörösével bünteti a visszafizetést. Mind a két fél tönkre fog benne menni. Nem csak az, aki az ingatlan nélkül maradt, rendszerint ezek a férfiak, hanem ott maradt három gyerekkel egy édesanya, egy hitelfelvétellel, ahol a hiteltörlesztése 70-80 ezer forintot fog kitenni, és ott van neki egy 140 négyzetméteres, 150 négyzetméteres családi ház. Mi fog vele kezdeni? Ő is tönkre fog belemenni. Számtalan kérdés, valóban reális kérdések, de hát az összes szociális problémát megoldani egyetlen ilyen támogatással nyilván nem lehet. Az, hogy a támogatás mennyire átgondolt, azt azért nagyjából sejtjük, meg hogyha majd kikéri a hatástanulmányt, akkor látjuk is. Köszönöm szépen, én is köszönöm.